Megalakult a Német Nemzetiségi Önkormányzat, három képviselőjük letette az esküt Markos Anikó a választási bizottság elnöke előtt. 40 regisztrált szavazóból több mint 20-an adták le voksukat. A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ismét Schmidt Mónika lett, elnök helyettesei Schmidt-Mayer Richard és Schmidt-Mayer Csaba. Mind a hárman társadalmi munkában látják el feladatukat. Mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német nemzetiségi közösség tagja. Esküszöm. Hogy képviselői tisztségem ellátása során. Schmidt Mónikát az elmúlt 4 év sikereiről is kérdeztük. Legnagyobb eredményüknek az Eötvös József Gimnázium német nemzetiségi tagozatát érezték, amely már nem működik ebben a formában. Ebben az osztályban működött nemzetiségi kórus is, alakult belőlük egy Sramli együttes az Eötvös Gimnáziumban, akikkel most például éppen Gerlingenben jártunk. Szerveztünk német nyelvű szentmiséket, csináltunk nagy sikerű, több kórus részvétel, 5-6 kórus részvételében zajló nemzetiségi kórus találkozókat. Volt ebben egy kis olyan szándék is, hogy találkozon az ifjúság és a hagyományőrző idősebb emberek is, mert én úgy gondolom, hogy a generációk találkozása és egymás munkájának megismerése és tiszteletben tartása nagyon fontos ahhoz, hogy tényleg a hagyományok tovább tudjanak működni. Az elkövetkező 5 évben is szeretnék folytatni az elkezdett és bevált programjaikat, amelyek lehetőséget biztosítanak a nemzetiségi hagyományok megismerésére, megőrzésére. Terveink szerint a következő ciklusban is kiemelt figyelmet kap a nemzetiségi identitásnak az elmélyítése, megismerésének lehetővé tétele, a német kulturális hagyományoknak az ápolása. Itt az egyik fő célcsoportunk az ifjúság lenne, akiket meginkább megismertetni szeretnénk ezekkel a folyamatokkal, a múltjukkal, a másik célcsoport pedig gyakorlatilag minden érdeklődő számára. Ezeket a törekvéseket sokszor a Német Múzeummal együttműködésben tesszük meg, és ezt a későbbiekben is így szeretnénk véghez vinni. A Német Nemzetiségi Múzeumban, ugye a Vendégségben a Múzeumban program keretében a környékbeli falvak megmutatták a még élő hagyományaikat.